Hello everyone, this is your daily dose of internet. Hangolódjunk rá az internetre. I had no idea flying fish could stay in the air for this long. Léteznek repülő halak! Ha kimegyek, elkapok egyet. Miért ilyen dolgokat ír ki a YouTube-om, ha rákattintok ide? NTV Uganda Livestream XXX Sex. Mik azok a visszaküldett Amazon csomagok? Napjainkban az online rendelés teljesen hétköznapivá vált, csavarhúzótól kezdve műterhes hasig gyakorlatilag minden pillanatokon belül az ajtón elé varázsolhatunk, csupán pár kattintás árán. Ez egy nagyon jó videó amúgy. Azt vettem észre ennél a Viszpártonos videónál, hogy nézzétek csak, itt van Sarah Grace-nek a videója, aki megvette az Amazonos returnokat. Már csak egy hónapópok. Köszönöm, Mila! Megvette az Amazonos returnokat olcsón, és itt van Viszperton, aki ugyanúgy megvette az Amazonos csomagokat. Nem tudom, hogy látjátok-e a hasonlóságot. Szóljatok, ha megvan. Tony kicsit nőjesebb. Hát, ez meg... És alkalommal, amikor online vásárolsz, megvan az esélye, hogy a beérkező termék hibás lesz, nem a te méreted, nem az elképzelt megálmodott produktum, vagy csak szimplán még sincs rá szükséged, hogy... Vagy lopott, mint az egész videó ötlet és a thumbnail. Most ez is I just bought $7,000 worth of Amazon returns for $1,000. Everything that was bought in these boxes was bought for... Konkrétan még az összeg is ugyanaz, vágod? És 100,000 forint értékben, elvégben több mint 500,000 forintot érő óriás... Jaj, 100,000 forint értékben rendelt. Tehát akkor nem is 500,000 forintért rendelt, hanem 100,000 forintért. Tehát akkor ez igazából átbasztás. Csak az értéke 500k. Viszont ez a csaj $1,000 rendelte, és azt írja, hogy $7,000 volt az ért. Bocsánat. Ciao, muchachos! Haver! Üzletem, de... Hát nem kéne egy késre hadonáztam. Készen álltok? Na, amúgy ez már egy rossz videó, elmondom miért. Azért, mert az igazi youtuberek azok karambittal nyitják ki az összes csomagjukat. Tehát amelyik youtuber nem karambittal nyitja ki, az... az nem igazi youtuber. Ez pont jó! 24-es kislány papucs. És a kisfiú? Itt még nem tartunk. Lehet így akar üzenni az univerzum, hogy el kéne kezdenem foglalkozni a szerelmi életemmel. Moja Mia Fantasy Barbie! 3 pluszosoknak ajánlott. Hát Moja nem a Fashion Week-ről érkezett. Játék doktor készlet! Wow! Mindig is egy ilyenre vágytam. Engem az érdekelne, hogy ezeket miért küldték vissza? Tehát miért küldenek vissza egy Barbie babát? Megjön a Barbie baba, és ugyanúgy néz ki, mint a képen, és így... Aha, nem, ez nem kell. Te se utána rendelted? Ezeket miért returnölték? Ja, hogy a kisgyerek megrendelte az anyukájának a kártyájára. Mondjuk az lehetséges. Nagyra nyit a száj, nagyra nyit! Open up! Kariesz, megkezdem a fúrást, meg... Azért egy Viszperton ASMR doktor videót megnéznék, egy ilyen doktor roleplayt. Kedves Ton, Duna Harasztin, egy bölcsiben dolgozom. Ha esetleg a játékokat nem használod, akkor add már oda. Fogadnánk a süni csoportban, azt írta. De jó fej. Most itt oldalt megjelentek a kommentek. Ugyebár. Teljesen más kommentek vannak itt, mint amik itt voltak lenn. Nem tudom, hogy mi alapján. A rendelés 3/4, biztos egy szülinapi ajándék volt, és kicsit rosszul érzem magam, hogy valamilyen nálam kötött ki. Mondta, hogy nem úgy nézek ki, mint Hannah Montana minden évadban. A tissú... Hannah Montana az elég jó anime volt. Mondtam már, hogy nem vállalok még gyereket! Üdvözlöm, biztosan vagyok a gyám ügyel, szeretnék beszélni, Mekkora skitek vannak ebben a videóban. Csinálhatna Viszperton egy önálló comedy estet, vágod? Stand-upot. Jelentést tennék az Amazon. Yikes. De hogy azért, hogyha választanom kéne, hogy a Nabunak a szar odaszólásait hallgatom, vagy a Viszpertonnak a szar vicceit hallgatom, akkor inkább a Viszpertonit hallgatnám még mindig. Tehát azért a Nabu... A Nabu az rosszabb. Sokkal. Ez mi a jó anyám? Ilyen bekapom a cipót a lipóti pékségbe. Sponzi blokk! Ez... Nem. Ez egy iPad! És... Kajak nem Android van rajta? Ha ez működik, már 100-szor megérte a csomag. It's been a long... Nem működött. Igen, akartam mondani, hogy valószínűleg azért nincsen doboza, mert...
ez egy ilyen refurbished cucc, vagy ilyen csak alkatrésznek használható, hát tudjátok, nem működik, de mondjuk, mit tudom, hogyha el van törve az iPad-eden valami, vagy nem működik, akkor tudsz venni egy másikat, amiben mondjuk az működik, és akkor meg tudod javítani. Kábel. Szóval sem tudtad, mikor van szükséged egy USB-C kábelre. Hát nem sokára szükséged lesz rá a Whisperton, mert az Apple be fogja vezetni az USB-C kábelt. Ez, amire én igazán kíváncsi vagyok. Ez egy rendes Nike Hát, nem mondom, ez egy stílusom. Küldtek egy Nike cipőt! Ez itt Peppa Pig. Ez amúgy nem a Peppa, hanem a Peppának a lánya, nem? Mert ez ilyen fura ruhában van. Én nem értek a mesékhez. Főleg nem a Peppa malachoz. Vagy ez a Peppa? Na jó, én nem tudom. Én nem tudom, hogy ez melyik. Ja, mert a Peppa az fiú. És annak van egy huga. Nincs is huga. Miért nincs? Akkor az öccse van, Zsoli. Én alapból azt hittem, hogy Peppa... Várj, de a Peppa lány? Fú, azért nagyon értelmes részletekre térünk ki amúgy a videóból. Azért itt vannak dolgok, amiknek utána kell néznem. Majd a felnő eldönti. Amúgy ennyi. Mától velem olyan. Na de lássuk, mi van itt még. Ez... macska aló pucoló. Állisten sem... Azon gondolkodok, hogy mennyi ideig vághatja ezeket a videókat, mert amúgy hands down nagyon-nagyon jó a vágási stílusa. Nagyon pörgős. Ott tartja az embert, és... Ha egy jó dolgot kell mondani a Whispertonról, akkor az biztos, hogy a vágási stílus. Meg tényleg igényes. Nem az, hogy te túl pörgösd, de gyerekeknek csinálj tartalmat javarészt valószínűleg. Szóval, ja, azokat meg ugye ott kell tartani a képernyő előtt. Meg azért gondolj vele, hogy mennyi ember tiktokozik. Nagyon-nagyon sokan tiktokoznak. Meg ő is alapból tiktokon tolja, és nagyon jól tudja azt, hogy a tiktokon az emberek azok úgy pörgetik a videót, hogy eltelik 15 másodperc, megint új impulzusért, megint új impulzusért, megint új impulzusért, megint új impulzusért, és nem tudsz egy dologra figyelni, hogyha nem elég pörgős. Oh, ez egy süti alakú gumimatrac. Nem most viccelsz. Ez a csomag egyelőre 10/12. Ez nagyon... Ez nem érem amúgy, nem dugvas. Nem azért küldtek hiszem, mert hogy nem lehet felfújni. Oh, ne. Lyukas. Oh. Bro, csak ragaszd be. 20 000 forint. Hú, ha ne is tudod, bezzeg, voltunk lenn barátnőmmel Siófokon nyáron. Akartunk venni, mert hogy úgy voltunk vele, hogy lemegyünk minden ilyen dolog nélkül. Tehát elmentünk Siófokra nyaralni. Kivettük a szállást 40 000 forintért. A 40 000 forintos szállás az Aranyparton elég érdekes foltok voltak a szőnyegen, mindenhol. Cigicsik volt a kanapé mögött, furán néztek ki a lepedők is. Már jól kezdődött, de úgy voltam vele, hogy hát faszom, veszünk valami gumimatracot, aztán úszkálunk, majd minden. Nem vettünk. Azt a... Haver még soha nem látott ilyet, vágon. Az a ló a sakkból! Mi? Megcsinálták a lovat a sakkból a valóságban? Szevasz! Michael Kors táska? Nem hiszem, hogy ez igazi. Szóval végül is van egy iPad-ünk is, úgyhogy... Én nem tudom, mennyibe kerülhet ez a táska, de ki lesz? Szerintem csináljon rá egy... Hogy szokták mondani, milyen csekket? Legit csekk? Legit check. Csináltass rá egy legit checket amúgy szerintem, Ton. Ez actually cuki. Szerintem, hogyha kivágnánk a közepét, akkor talán rámenne a vádlimra. Aha. A legrandomabb TWS. Fixen vagyok benne, hogy ez valami TWS cucc, és biztos, hogy nem eredeti. Én vettem egyet, figyelj. Itt van. Ez Lenovo. Villog. Vágod? Villog. És bazd meg, jól szól, kurva jól szól, csak egy a problémám vele, hogy a füledben is villog. Ne villogjon már a fülembe. Nincs benne semmi. Ez egy brand new bontatlan AirPod. Hát az víré. Már ezért megérte csak a két csomag. De viccelsz velem. De hogy érte meg? Ez hogy érte volna meg a két csomag? Hát azt mondta, hogy 100 000 forintért rendelte, vagy mennyiért. De amire nagyon kíváncsi vagyok, a végösszeg. Még egyszer utoljára mint költöttem magukra a dobozokra, és dobpergés. Itt láthatjátok, mennyit értek maguk a termékek! Valaki tényleg viszont eladja ezeket a darabokat, és minden korosztályra van vevőközönsége. Ez egy jó pénzkereseti forrás lehet. Ha nincs, akkor nem biztos. Mert bár most az enyémben volt egy AirPod, de ez nem garantálja, hogy minden csomag ezzel lesz tele. Én őszintén azt mondom, ne vegyetek ilyeneket, ha csak nincs tényleg annyira sok pénzetek, hogy bármire elköltetitek, mert nagyon-nagyon lutri. Azt a rohadt. Hát ez nagyon jó pénzkeresési lehetőség. Lehet, hogy veszek is egy ilyet.
Három iPhone, amúgy tényleg ott vannak az iPhone-ok a dobozban, meg minden, de hát látod, hogy ez csak kimásolta, konkrétan csak behelyettesítette magát oda. Oda rakott a háttérbe egy dobozt. Tényleg, tényleg, rakott három dobozt is ott van. Több doboz van a háttérbe. Hárommal több doboz van a háttérbe. Jó, akkor igazából nem, akkor nem lopta. Nem lopta az indexképet. Teljesen egyedi. Mondjuk amúgy elég vicces, mert itt is szinte ugyanaz amúgy. Várjál? Ez a két indexkép is ugyanaz, viszont ezen vannak matricák. Ezen meg nincsenek. Lehetséges lenne, hogy ez a lány ettől a lánytól lopta az indexképet, csak leszedte a matricákat róla, hogy tisztultabb legyen a kép, és a Whisperton pedig még ezt is ellopta? Tehát akkor a Whisperton lopta a lopott képet? Hoppá! A lopás lopója. Én már nem tudom, srácok. Én már nem tudom. Az egész életem egy hazugság. Lehet, hogy az egészet Herbie-től lopták. Ezt is ő találta ki. Így van, Krisz. Szia, Manin! Ha elfogyott a manit, csak szóljád. A nételek százat majd, amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be. Kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.